Kedves nézőink, a Hungarian American Television Global legújabb adását látják. Ezúttal Dunaszerdahelyre látogattunk el, hogy Peresztegi Sándor professzor biogyógyászatát mutassuk be önöknek. Tudjuk, hogy egy beteg betegsége esetén képes a gyógyítóért a világ számos területére elzarándokolni. Peresztegi Sándor professzor módszerei újszerűek, korszerűek, a holisztikus gyógyászat mestere, a természet erőit felhasználva a gyógyításhoz. De meséljen erről maga a professzor. Köszöntöm a professzor urat. Kérem, mutatkozzon be a kedves nézőknek, hogy mivel is foglalkozik pontosan a professzor úr. Én is köszöntöm a nézőket szeretettel. Biogyógyászattal foglalkozom, ami egy védett szabadalom, és ebbe belefoglaltatik a nyugat-európai klinikai orvoslás természetesen, kivéve a sebészetet, és kombináljuk az ételekkel való gyógyászattal, tehát a dél-koreai vagy a hungagu módszert alkalmazva az emberek egészségét így állítjuk helyre, hogy méregtelenítünk, majd pótoljuk a tápanyagokat, és olyan hatóanyagokat alkalmazunk, amelyek 100%-osan bióból készülnek. Ezek is védett szabadalmak, híresek már egy idő óta, és hozzá lehet jutni. Milyen betegségeket gyógyít a professzor? Pontosan milyen betegségekkel érkeznek el önhöz? Tehát nagyon sok betegség létező. Összeset sikerült már gyógyítani, tehát olyan nem volt, amit nem. Viszont az embereken sok múlik, hogy ők mit tesznek hozzá, hiszen életmódváltásról is szó van, és olyan készítményeket alkalmazunk, amelyek most már elérhetők bárki számára, és ezek bio készítmények, gyógyszer hatékonyságúak, a legerősebbek, tehát mindenünk van, ami a patikában van, egy kicsivel talán 10-20%-kal több. Itt csak egy példát említenék, mondjuk a valerián, az kapható a patikákban is, szervetlen formátumban, a miénk viszont az eredeti növényből, gyógynövényből készül. Arra lennék kíváncsi, hogyha felkeresik önt Dunaszerdahelyen, kik keresik föl, tehát rákos beteget, tudom, hogy negyedi stádiumú rákos betegeket gyógyított meg, illetve milyen betegségcsoporttal érkeznek el? Leggyakrabban a szódium lauril szulfát okozta megbetegedésekkel jönnek, ami egy méreganyag, tisztítószerekben van, rákkeltő, cukorbetegséget okoz, szemkárosodást, ízületeket, porc problémákat okoz, keringési rendellenességeket, bél problémákat, tehát ilyen ebből típusú betegségek, igen, a rákos megbetegedések, illetve cukorbetegségektől, így van. Milyen betegségekkel még? Hát általában ilyennel. Nagyon sok az ízületi problémás, porc problémás, csontritkulásos, ezeket így van, látás problémások, így van. Javulnak, tehát a szemük is javul magától a hatóanyagtól. Így van. Különleges, azt gondolnám, hogy a világban szinte egyedülálló az a fajta módszer, amivel dolgozik, illetve az a kezelési módszer, amivel dolgozik a professzor úr, hiszen tudjuk, hogy idegdiagnosztikai talpkezelés folyik itt. Igen, a tehát... Mit is jelent ez? Tehát talpteszt idegdiagnosztika, azt jelenti, hogy ugye a kínai reflexológia ismer 65-66 szertpontot, míg a hungagu, az ugye közel 200 ezer idegvégződést ismerünk, azonosítottunk be, ezzel DNS szintű, szervszintű, sejtszintű diagnosztikát végzünk, tehát pontosabbakat, mint a CT-MR, PET-CT, ezek bizonyítottak, erre sok-sok referenciánk van, és a diagnosztizálás után megkapják a tanácsot, a terápiás tanácsot az életmódváltásra, megkapják a táplálkozásra a tanácsot, és felírunk nekik hivatalosan az Európai Unióban elfogadott aposztille jogkörű korlapot adunk ki, és ebből ők tudják, hogy milyen készítményeket fogyasszanak, le van vezetve rajta, hogy hogyan kell lépésről lépésre gyógyulni. Tehát most Mónika az Electro Medisteam nevű orvosi stimulátoron kapja a kezelést. Nem rá kell tenni a lábát, tehát megmutatom, hogy működik. Itt bekapcsoljuk, beállítjuk a perceket. Utána ezzel növelem ez már a második kezelése,
és az előbb ugye 5-ösön volt, most megnézzük, hogy javult-e az állapota. Ez a készülék elemzi az ő állapotát, majd 25 féle módon gyógyhatást biztosít a számára. Mennél magasabb fokozaton van egy gépi kezelés, amit én állítok be, hogy éreznem kell, hogy mikor jó a beállítás, és akkor mennél magasabb, annál rosszabb az állapota, általában 4-estől már súlyosnak mondhatjuk. Akkor lenne jó, ha nullás lenne, tehát ha valaki ráteszi a lábát a gépre, amikor 1-esre kapcsolom, akkor ő egy magegészséges embernél ellökné, és nem engedné a gépre rátenni a lábát. Itt már érződik, és amint látható, most a 4-esen megy, ez egy fokozatot már is javult. Tehát itt látható a géppel, hogy mennyit tesz egy kezelés, és akkor még nem kapta meg a peresztehétemet. A talpunk, tudjuk, hogy egy olyan szerv, olyan pontok vannak, ami által hamarabb felszívódik a hatóanyag, tehát maga igen. A talpon keresztül azért is gyógyítanak talpon keresztül. Igen, a peresztehétem, ugye programozott műagysejtek, amelyek vírus, baktérium, gombaölők, itt van, igen. Tehát vírus, baktérium, gombaölő készítmény, fiatalító hatású, méregtelenítő energiákat biztosít, és ezt csodaolajnak nevezték. Tehát a peresztehétemmel kezelem a Mónikát. Ennek ez a menetrendje. Ezt rátesszük a talpra. A talpon keresztül ez beszívja egyből az egész testébe, feltérképezi őt, mint egy felrendszámozza a testet, és a készítmény maga programozott műagysejtek, elvégzi a szervezet átprogramozását is, vírusölő, baktériumölő, gombaölő, ráksejtölő, áttétes ráksejtölő, méregtelenítő hatású energiát ad, a szerveket újra indítja, cukorbetegeknél aktiválja a hasnyálmirigyet, Parkinson-kórosok esetében a dopamin termelő központot aktiválja, tehát ezek példák, vagy bélproblémák esetén a bélrendszeren segít, szívkeringési rendellenességeknél a keringést tisztítja meg, a lerakódott kóros zsírokat, vagy nem kívánatos kalciumot feloldja, tehát és visszatereli eredeti helyébe, és segít abban, hogy testsúlyunk jó legyen, testsúlykontrollban, segít abban, hogy fiatalodjunk, egészségesek legyünk, tehát havi használatával teljes mértékű öregedésgátlást érünk el. Itt most jön a másik láb. Az egyik jobb lábon vannak a baloldali és középső szervek, a bal lábon pedig a jobb oldali és középső szervek, és itt is rátesszük a hatóanyagot. Ez ugye így néz ki az agysejt, és ugye azért, hogy hasznosuljon, most ugye levédjük. Közben, ami még nem indítottam el a készüléket itt a hátam mögött, ezt el tudom indítani, a mágnes terápia, ez biomágnest ad. Itt ezt a készüléket ugye bekapcsoljuk, ki fogja mutatni mindjárt mennyi, ez a kapcsolás. Amint látható, 10-es kódot mutat. Ez a gép mostan a mágnes terápia, ez biomágnessé alakítja át az elektromágneses hullámokat, ez egyedülálló dél-koreai módszer, és ilyen gép viszont Európában nincs, Amerikában sincs, csak Dél-Koreának és nekünk van ilyen készülékünk. Ez egy, mondhatjuk azt, hogy egy ágy, amely egy nagyon magas szintű, színvonalú számítógépnek is mondhatnánk ezt az ágyat. Ide mellett azért az öngyógyításról is beszélhetünk, hiszen a gyógyítási folyamatunknak a legfontosabb része az öngyógyítás. Ön erről mit vall? Igen, valóban szükséges az emberi szervezet, hogy
jó hozzáállásunk legyen, hiszen a májunk ki tudja termelni azokat az anyagokat, hogyha kellő módon tápláljuk, tehát külső tápanyagokkal, vitaminokkal, ásványokkal, nyomelemekkel, aminosavakkal, enzimekkel látjuk el és méregtelenítünk, akkor a máj az, amely a gyógyszert kitermeli. Tévesen gondolják az emberek, hogy beveszek egy pirulát, attól gyógyulok. Nem, beveszem a pirulát, ez a májamra van hatással, a májam termeli, alakítja át a pirulában tartalmazó hatóanyag alapján, hogy előállítja azt az adott gyógyszert, és ez így működik, csak ezt ugye korábban nem tudta az orvosi társadalom, most már egyre inkább rájönnek, hogy ez így működik. Sokan, akik ugye nem jönnek el, és később azért csak-csak ide kerülnek súlyosabb állapotban, ugye fitteknek tűnnek, szépnek, egészségesnek, ettől függetlenül a szódium-laurilszulfát és a mérgezések, a táplálkozási problémák, a tápanyagoknak a hiánya, az sajnálatos módon már jelen van a szervezetükben, jelen van az életükben, nem is tudnak róla, hogy egy súlyos betegség felé menetelnek, ez sajnos népbetegség most ma már, hiszen nagyon sok esetben tünetmentesek hosszú ideig, de mikor már a tünetek jelen vannak, akkor viszont már nagy baj van. Többek között Oravec Viktória, festőművésznő is a paciensei közé tartozott. Lehet az ő esetéről mesélni? Igen, hát egy végstádiumban érkezett, amit ő megengedett, hogy elmondjak, hiszen a pacienseinkről nem szoktunk beszélni. Ugye az orvosi titoktartás miatt ő viszont ezt kérte, hogy nyugodtan mondjuk el. Valóban sikeres az ő gyógyulás olyan szinten, hogy komoly műalkotásokat készített, előrelépett a művészetében, jól érzi magát, komoly fogyásnak indult, szépülésnek indult, tehát visszaszerezte, vagy kezdi visszaszerezni az eredeti állapotát. Amit ott látunk, ez Tóth Gábriel, képzőművész alkotása. Én azt mondom, hogy a világ egyik legjobb művésze, és hát ábrázolja a dél-koreai családunkat, és itt a másik oldalon pedig az Oravec Viktória, aki egy kedves paciensem, súlyos betegségből kezeltem ki, ezt ő engedte, hogy elmondjam, és hálából a gyógyulásáért ugye én nekem a művészetéhez hozzá tudtam férni, és ugye tudtam ezekből, mondhatom azt, hogy méltányos áron vásárolni. Komoly gyűjteményem van, ez is Oravec mű, ezek a kerámiák Oravec alkotások. Itt látható, hogy több művésztől van, ez például a bőtélő Hajnalka, a Frezetto művészet feltalálója, szintén kiváló művész, az alatta levő is. Sokat kaptam ajándékba is ezektől a művészektől, hiszen én is segítettem rajtuk, a művészetüket egyengettem hosszú éveken keresztül, és így ők hálából a műalkotásaikkal jutalmaztak. Én azt vallom, hogy az egészségünkhöz hozzátartozik, hogy értékeljük a szépséget, a harmóniát, a művészetet, amely hozzájárul a jólétünkhöz, és én ezért pártolom a művészetet, ezért buzdítok minden paciensemet, hogy ő is próbáljon vagy a művészettel foglalkozni, vagy valamilyen módon közel kerülni hozzá, így harmonikusan együtt tudunk ezzel élni, és jobb lesz az életünk. Hogyan is folyik ez? Ide megérkezik valaki a klinikára. Tehát átdiagnosztizáljuk a talpán keresztül, aztán ajánljuk neki a különböző készítményeket. Az igazi forradalmasított gyógyítás az 2016 tavaszától indul, hiszen akkor kezdődött a biogyógyszereknek az alkalmazása, amelyeket az Európai Unióban 2017. szeptemberétől az összes unióban praktizáló orvos vagy természetgyógyász a pacienseinek gyógyszerek mellett vagy gyógyszerek helyett felírhatnak. Persze ennek megvan a maga menetrendje. Háromféle módon alkalmaznak tisztítószereket a világban. Az egyik a halálosan mérgező szódium lauril szulfát, tehát a lauril szón a hangsúly.
A második ugye a szódium lauret szulfát, aminek két változata van, ez lúg, a szervetlen lúg, az ipari lúg, aminek egy enyhe maró hatása van. A másik a szerves lúg, amit öreganyáink főztek hamuból és zsírból, tehát a hamu is szerves anyag, a zsír is, tehát itt szerves lúgról beszélünk, illetve amit mi alkalmazunk, ez egyedülálló a világon, a szódium kokoszulfát, a mosodió. A mosodióról kell tudni, hogy az Isten legnagyobb találmánya, minden benne van, ami az emberi szervezetnek szükséges, tehát a vitaminok, ásványok, nyomelemek, aminósavak, enzimek, és ezeket ugye az új, tehát egy forradalmian új gyógyászati mód, hogy ezek által gyógyítunk. Van a fogkrémünk, amely ugye kiváló a gyomorrák ellen, kiváló a reflux ellen, a fogot nagyon erőteljesen fehéríti, és még egy másik jó hatása van, a fogin gyulladás, tehát már volt olyan személy, akinek kihullóba lettek volna a foga, és megmentette. Aztán a mosogatószer is kiváló, a kezünket, a kézfejünket is fiatalítja, a hajsampont, amely agydaganat ellen kiváló, hajhullás ellen, kopaszodás ellen, korpásodás ellen, tehát teljes módon regenerálja a hajhagymákat, amellett ugye az egész agysejtállományunk gondoskodik a keringéséről, aztán van a stressz elleni tusfürdő, reum elleni tusfürdő. Csak így megmosakszunk fel? Így van, ezekkel megmosakszunk, a bőrünket fiatalítja, mivel a benne levő enzimek, hatóanyagok, vitaminok kívülről a bőrön keresztül fognak hatni, és ezeket felváltva szoktam ajánlani, hiszen például a stressz ellen akar gyógyulni, 30 gyógyulási egységet kap 30 nap használat után, viszont érdekes stresszreuma, influenza, megint stresszreuma, influenza, felváltva körforgalom szerint, tehát aki hallgat rám, és azt mondtattam, hogy vakon alkalmazza, nem önfejűen majd ő eldönti, hogy neki mi kell, hanem pontosan azt csinálja, akkor meggyógyul. Aztán van annak a mosószereink. De ezekkel mi nem vagyunk tisztában. Tehát megveszünk, ami a legolcsóbb, ami hozzá mérgezőt, kell, és ugye... gondolom, hogy itt az igen. Embereknek a szemléletében kéne egyfajta így változás. Van. Mert hogyha tudják, hogy mit teszünk és miért teszünk, miért és milyen vitaminok mire hatnak, illetve milyen tisztítószerek mire és hogyan hatnak, és mik vannak benne, lehet, hogy másképp próbálnánk szelektálni. De viszont nehéz eljutni egy olyan információhoz, azt gondolom, hiszen nem ezt terjeszti a média, illetve a reklámok sem mindezt terjesztik. Viszont igen? A honlapunkon, a Dr. Kim and Peresztegi Hungagu biogyógyászat honlapján kint vannak az információk, rengeteg cikk, és ott is kint van, hogy mi az a mesterhetes, kint van, hogy a ruhát például kimossa, szódium lauril szulfáttal mossa, akkor a ruha szöveteiből ez a méreganyag kerül a bőrön keresztül a szervezetbe, és rákot, cukorbetegséget, Alzheimer-kor, Parkinson-kor, bélproblémák, keringési rendellenességeket okoz, csontozatot szétmarja, ellenben, hogyha ő a szódium lauret szulfátot alkalmazza az a lúg, akkor ez egy semleges hatás, se gyógyító hatása, nincs se romboló, ha viszont a szódium kokoszulfátot, vagyis a mosodió kivonatból készültet használja, akkor az történik, hogy felveszi a ruhát, a ruha szöveteiben keresztül a mosódió kivonat hatóanyagai, a vitaminok, ásványok, nyomelemek, aminósavak, enzimek a bőrén keresztül hatolnak a szervezetébe, és a ruha az, ami gyógyítja, felveszi a ruhát, és a szövetein keresztül gyógyul. Nem tudja senki se, úgymond az árainkkal felvenni a versenyt, a minőségről pedig hát ne beszéljünk, mert abban utcahosszakkal vagyunk világelsők. Én azt mondom, hogy talán kóstoljuk meg ezt a flanoxot, hiszen nagyon jó antioxidáns elixír. Én úgy szoktam ösztönre egy borítás bele, ezt ugye a hűtőbe kell tenni, hogyha már megkezdtük. Ide el is teszem. Aztán vesszük a vizet. Alaposan el kell keverjük, mert ugye olyan sűrűbb, mint a méz. Újra kíváncsi vagyok, hogy milyen. És akkor tessék megkóstolni. És egy ekkora pohár flanox egy napi egészséget biztosít. Természetesen meg lehet inni így is, mert most ugye
ne vesszen kárba, de a pacienseknek fél literes flakonba kérem az elkészítését, beleteszik egy fél literes üvegbe, és utána egész nap kortyolgatják, és ahogy kortyolgatják, a nyálkártyán át épül be a szervezetben. Ez lassan tehát kellene ezt így lassan kell, de most ebben az esetben nyilvánvaló, hogy, hogy mivel pohárba töltöttük ki, így nyugodtan meg lehet inni. Természetesen nagyon sokan fogyasztják a családok, kisgyermekek már ihatják 2 éves kortól, időseknek különösen erőt ad, az erőnlétét növeli, egészségeseknek a megelőzés céljából. És milyen vizet használjunk a hígításához? Azt gondoljuk, hogy a víz nagyon egyszerű szerepet játszik az életünkben, ettől függetlenül a legfontosabb az életünk során, hogy tiszta, jó minőségű vizet fogyasszunk. Általában ugye a csapvízünket meg lehet tisztítani a hidrogénező készülékben, ami egyre víztisztító is. Ha egy ilyen vizet alkalmaznánk, akkor magába a hidrogénezett vízbe tehetnénk a flanox-antioxidáns elixírt, és ez a nagyon jó egészséget biztosítja. Sajnálatos az, hogy a vizünk nem jó minőségű, és azt is figyelembe kell vennünk, hogyha víztisztított vizeket iszunk, a tanulmányok bizonyították, és ez sajnos egyre inkább terjed, hogy használják az olyan víztisztított vizeket az emberek, amelyek mindent kitisztítanak a vízből, és így holt víz lesz. Aztán hozzáadagolják patronokból az ásványanyagokat, nyomelemeket, de ezek szervetlenek. És így issza a szervetlen holt vizet, ez természetesen mihez fog vezetni? Ha csapvizet inná, a klóros csapvizet a víztisztított víz helyett, nem lenne olyan sok problémája. Viszont így hozzávezet a keringési rendellenességhez, a csontritkuláshoz, az ízületi bántalmakhoz, az agyérkatasztrófához, és hát nem utolsó sorban a daganatos betegségekhez. Én megvásároltam, igaz, hogy nem volt olcsó ezt a készüléket, ez egy olyan edény, amely a vizet, a csapvizet simán átalakítja, és a... akit érdekel, ennől tudunk segíteni, hogy hol tudja megvenni. Természetesen én is ennek csak egy vásárlója vagyok, nem érdekem egyébként, hogy most ezt reklámozzam. Ettől függetlenül annyira jónak tartom, ezt használom, a csapvizet ebbe beleteszem, de a hidrogénezett vizet is bele lehet tenni, akkor meg még hatékonyabb lesz. A japán professzor az bizonyította, hogy a víz mennyire fontos, hogy szeretett, övezze körül, és ha az életünket szeretet övezi körül, akkor az egészségi állapotunk is egy magasabb szintre tud jutni, és itt azért azt mondom, hogy jó, ha spirituálisakká válunk, most már egyre inkább terjed ez a mozgalom, és az egészségtudatos emberek azok nyilván, hogy hosszabb életet fognak tudni élni, mint azok, akik a két oldalról égetik a gyertyát, és nem figyelnek a vízfogyasztásukra, a minőségi vízre, nem figyelnek a antioxidánsok bevitelére, nem figyelnek ugye a, hogy tápanyagpotlás, méregtelenítés, és a vége az, hogy nálam kötnek ki utolsó stádium rákkal vagy cukorbetegséggel. És ez viszont már, ha engem fölkeres, számoljon vele, hogy azért ott már költségek lépnek fel. Attól függetlenül, igen. És ugye köztudott rólam, hogy teljesen díjmentesen dolgozom, ettől függetlenül ő neki a gyógyszereit saját magának kell megvenni, azt én helyette nem fogom tudni megvásárolni. Tehát én hobbi szinten dolgozok, mondhatom azt, hogy nem jövedelem érdekű a munkám, hiszen a találmányaimból megélek, azért elegendő szabadalmi jogokat kapok, ha visszavonulnék, mehetnék Hawaii-ra, ettől függetlenül mégis nem bírok így munkanélkül lenni, az a célom, hogy segítsek az embereken. A biogyógyászat életfilozófiája, hogy nem tüneteket kezelünk, hanem a teljes embert gyógykezeljük, tehát
Ezért van ilyen hatékony gyógyulás a mi praxisunkban. Professzor úr, hogyha szeretne önhöz valaki ellátogatni, akár a világ bármelyik területéről, az USA-ból, vagy Ausztráliából, vagy bárhonnan, hogyan juthat el? Megoldható ez többféle módon, természetesen, hiszen Németországból is átjártak, volt olyan paciens, hogy azt mondta, hogy évente egyszer tud jönni, itt volt 4-5 napot, minden nap kapott 5-6 kezelést, ezektől úgy ment haza már, hogy javult, gyógyultabb állapotban van, megvásárolta a készítményeket. Ugye köztudott az, hogy én nem reklámozom magamat, nem doboltatok magam előtt, szájról szájra terjedek, és ugye aki megkeres, azon segíteni tudunk, azokat vissza tudjuk állítani az egészség útjára, hogy jobb életszínvonalon és jobb egészségben tudják folytatni az életüket, és hosszú életet tudjanak. És ami a mellékhatás, a módszerem legjobb mellékhatása a fiatalodás. Ez sokak örömére, de főleg a hölgyek örömére van. Kedves nézőink, műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hallhatták a műsorban a csodálatos gyógyulások történetét, és megismerhették közelebbről is Peresztegi Sándor professzor urat és biogyógyászatát, illetve a módszereit. Ne habozzanak felkeresni őt, hogyha bármilyen betegségük van, megkereshetik, megtalálhatják, várja önöket nagy szeretettel. Én pedig kívánok önöknek egészséget, vigyázzanak magukra, és találkozunk legközelebbi adásunkba is. Addig is a minden jót, viszontlátásra!